nagyapám, amikor betöltöttem a 15 évet, hogy Bandi fiam, csajozás, megyem már. Mondom, papa, még nem nagyon megyem, mert szégyenlős vagyok. Na gyere ide, fiam, majd én megtanítalak. Konyha, spór. Leültetek a spór mellé, na fiam, úgy kell csajozni, figyelj ide. Míg a lány kicsi, 8 éves, azt le kell fektetni és mondani neki egy szép mesét. Ellenben, mikor a lány már 18 éves, annak egy jó mesét kell kitalálni, hogy le tud fektetni. Azt mondta nekem nagyapám, Bandi fiam, nagyanyárnál már nincsen mese. Nagyon kedves vendégeim, igazából én már, mikor általános iskolába jártam, én már akkor eldöntöttem, hogy egy vőfély akarok lenni, magyar irodalom óra volt, és azt mondta a tanárnéni a suliba, hogy gyerekek, ki tud rímet faragni. Mondom, tanárnéni, én. Na Bandikám, álljál ki, azt mondja. Kiálltam, volt egy jó kis nájlonos köppenyem, kihúztam. Na mondom, akkor kezdem a rimmet. A tengerben áll egy nő, kezében van egy kő. Miközben mormolja az imáját, a tengervíz lassan nyaldossa. Azt mondja, mikor mondom, hogy a térdé, azt mondja a tanárnéni, hát Bandikám, ebben nincs is rim. Mondom, tanárnéni, nyugi, nyugi, semmi agály, lesz majd rim is, ha jön a dagály. Köszönöm szépen! Éljen az ifjú pár! Éljen az ifjú pár! Nem hallom! Éljen az ifjú pár! Megígért a vőlegény és a mennyasszony, hogy aki leghamarabb feláll, felismeri a zenét, és leghamarabb feláll táncolni, azt az ifjú pár el fogja vinni a szigetekre nyaralni. Yeah.
tése. Sűrű a levegő, a mocsosod szagát. Hát, eleged van már! Egy kibaszott világban! Aztán kezdenénk a vacsorát, ezt biztos ismeritek, hogy jön a Zoli hazafelé. Holy God.